dr. Kemény Jánossal beszélgetek, aki gyerekgyógyász, és úgymond nyitott az alternatív megoldások irányában. A kineziológiáról fogunk beszélgetni, amit szeretném, hogyha egy kicsit bővebben megmagyaráznánk, hogy mit is jelent pontosan, mert ez most egy divatos dolog, hogy kineziológushoz megy az ember. Nem eléggé divatos. Divatosabbnak kellene lennie. Először érdemes arról egy mondatot, hogy miért kerültek ma előtérbe az alternatív gyógymódok, kezelések között is azok a módszerek, amik a lelket érintik, tehát a lelki problémák feloldását, kezelését érintik. Nyilván azért, mert egyre több problémás, lelki problémás ember van. Az én praxisomban elsősorban a gyerekek, de hát azért keresnek meg bőven felnőttek is. Tehát az utóbbi évtizedekben, általában Amerikából kiindulva, mert minden Amerikából indul ki, több olyan módszer jött, ami a lelki traumákat, stresszeket utólag képes megkeresni és feloldani. Tulajdonképpen a kineziológia is egy ilyen módszer. Hogy került ez a te látókörödbe? Tehát miért kezdtél, tehát miből gondoltad azt, hogy ez egy jó lesz, és ezt te tudod alkalmazni a betegeidnél? Hát azt, hogy az információkat honnan kapjuk, az mindig esetleges. Én voltam egy előadáson, ahol egy talán világhírűnek mondható magyar kineziológus, aki az egészet behozta, a saját betegségéből gyógyult fel ennek kapcsán, de hát ez így szokott lenni, és ő mesélt róla, és mutatott egy oldást, és meggyőző volt a hatása. És akkor úgy gondoltam, hogy ezzel érdemes foglalkozni, érdekelt, akkor elvégeztem egy 13 részes tanfolyamból az első hármat. Én magam kineziológiát nem gyakoroltam, viszont tudom, hogy kikhez küldjek pácienseket. Tehát soha meg sem próbáltad a betegeidnél alkalmazni? De igen, egyes elemeit igen, de az embernek mindig el kell dönteni, hogy mire specializálódik, és ez egy időigényes tevékenység, és hát a gyermekkörzet mellett nem jut mindenre, sőt, nem sok mindenre. Miből áll egy ilyen oldás? Tehát ha valaki oda megy és azt mondja, hogy a gyermekemnek úgy látom, hogy problémái vannak, lelki problémái vannak, szorong az iskolában, vagy szorong a társai között, akkor hogy kell nekiállni? Tehát mi történik? Az a probléma, hogy a szülő általában nem azzal jön, hogy a gyerek szorong, hanem olyan szomatikus testi panaszokkal jön, amiből én úgy gondolom, nagyon sokszor reálisan, néha nem reálisan, hogy itt lelki probléma van, és a szorongásnak, mert ez tényleg szorongás, jól mondod, régre visszanyúló okai is vannak. A kineziológiai oldás, kezelés az egy két részből áll tulajdonképpen. Az első az egy feltárás, aminek az a lényege, hogy megpróbáljuk, a kineziológus megpróbálja, a szakember megpróbálja a páciensét visszavinni a lelkének abba a bugyrába, ahol a sérelem van. Mert ez kérdésekkel? Kérdésekkel, igen, olyan, mint a barkóba. Minden, ami nem tetszik nekünk, ami kellemetlenül érint, ami negatív élmény, azt eldobjuk, elrejtjük a tudatalattinkba, a lelkünkbe, és ez utána onnan kopog. Jelzi, hogy valami nem oké. Azt hiszük, hogy elfelejtjük, semmit, állítólag semmit nem felejtünk el, ezt nem kinyilatkoztatásként mondom, ezt nagyon sokan mondják. És ott bent dolgozik, és tulajdonképpen a pszichés, majd a pszichoszomatikus betegségeknek, tüneteknek ez az egyik talán fő oka. Milyen betegségekben nyilvánul meg, hogy valami lelki gond van a háttérben? Hát ezek a közismert tünetek, a fejfájás, a hasfájás, sírásra való hajlam, gombócérzés, tehát úgy szoktunk mondani, hogy neurotikus tünetek, de
alapvetően a kiegyensúlyozatlanság, a teljesítmény probléma, diszlexia, ezek nagyon gyakoriak. Tehát akkor valamilyen pszichés tünettel megy ugye az anyuka a gyerekével. Vagy szervi tünettel. Vagy szervi tünettel. Tehát, hogy fáj a hasa a gyereknek állandóan. Tehát iskolába kell menni, és fáj a hasa a gyereknek. Dadog. Igen. És akkor elkezd vele foglalkozni a kineziológus, kérdezgeti. Ezek speciális kérdések. Tehát, több vonalon megy. Az első kérdés sor arra vonatkozik, nem szóban kérdezi, tehát szóval kérdezi, de emellett az izmokat, tehát a kineziológia nem pontos fordítás ez, vagy nem pontosan felel meg annak a mozgásnak, de mégiscsak az izmokkal foglalkozik, és az izomteszttel állapítja meg azt, hogy egy adott panasz, adott tünetnek mi az eredete. Több vonalon indul, az egyik, hogy időben behatárolja. Magzatkor, szülés alatt, szülés melyik része, terhesség melyik része, magzatkor melyik része, születés után, mikor, és a módszer egyébként az, hogy kinyújtja az illető a páciens a kezét, és a kineziológus finoman nyomogatja a csuklónál a kinyújtott kezet, ez egyébként a delta izomnak a vizsgálata, és kérdez, és az igen válasz, az az izomnak egy kis feszülését okozza, és a nem válasz pedig, válasznál pedig lazább az izom, és ezt érezni, egyértelműen érezni egy kis gyakorlattal. Tehát tulajdonképpen azért mondtam, hogy olyan, mint egy barkóba, mert kérdezek, nem az illető válaszol, egyébként ott se kell lennie, máson keresztül is lehet, de ebben nem érdemes belemenni. Pici gyerekeknél például szülőkön keresztül szokták csinálni, és állatoknál is lehet diagnózisokat felállítani kineziológiával, úgyhogy valaki fogja például a lólábát. Mindegy, ezek érdekességek inkább, láttam ilyet, és nekem nagyon meggyőző volt. És akkor eljut a kérdések és az igen-nem válaszok kapcsán oda, hogy például mint egy 2 éves korában történt valami. A következő kérdéssor arra vonatkozik, hogy kivel vagy milyen szituációval kapcsolatos, szülőkkel, rokonsággal, családdal, közösséggel, később ugye iskolával és egyebek, pontosítani lehet, hogy osztálytárssal, tanárral, óvónénivel kapcsolatos. Ezeknek a kérdéseknek igazán az a lényege, hogy a páciens rájöjjön, eszébe jusson a páciensnek, hogy mi volt. Mert ha valami följön a tudatalattinkból a tudatunkba, akkor az bár nem biztos, hogy kellemes, hiszen nem véletlenül dugtuk el, de már odabent nem kínoz. Tehát ez már egy oldódás. És a második része az oldásnak, az igazán az oldás, az kicsit misztikus, a múltat és a jelent szinkronizálják azzal, hogy a két kezünket, a kineziológus a két kezét ráteszi a tarkunkra, a homlokunkra, és azt mondja, hogy gondoljunk erősen arra a szituációra, ami előjött, mint konfliktusfaktor, és egyszerre csak elkezd egyszerre lüktetni a két kezünk alatt a fej, és abban a pillanatban a páciensnek egy óriási megkönnyebbülése van, ami vagy síráshoz vezet, vagy örömhöz vezet, és attól fogva ez a dolog nem vagy sokkal kisebb konfliktust jelent. Na, igen. Azt mondtad, hogy nem te magad nem csinálod ezt betegeknél, vagy a gyerekeknél, de mondtad, hogy bizonyos részeit igen. Volt-e olyan élményed, ahol sikerült oldani a problémát, és utána a gyerek gyakorlatilag túlléphetett ezen az egészen? Saját élményem a legelején, amikor próbálkoztam volt, azóta folyamatosan nagy élményeim, nagyon pozitív élményeim vannak, vagy majdnem mindenkinél sikerélményem van azzal, hogy elküldöm a szakemberhez, és a visszajelzés egyértelműen pozitív, vagy azzal jönnek vissza, hogy nem működött. A nem működésnek leggyakrabban, tehát annak, hogy nem működik, leggyakrabban az az oka,
hogy sok mindent bezárunk magunkba, és nem kívánunk kiadni, ennek több oka van. Nem kívánjuk magunkból kiadni, és akkor nem is fogjuk. Ha valaki nagyon-nagyon nem hisz benne, az is egy nagyon komoly ellendolgozást jelent. De az esetek tekintélyes részében nagyon jól működik. Nagyon jól működik, és nagyon jól segít. Olyan masszív diszlexiákat láttam fél órás oldás után megoldódni, tartósan vagy örökre megoldódni, bepisiléseket, természetesen gyerekkori bepisiléseket, krónikus fejfájásokat, félelmeket, fóbiákat, víztől való félelmet, tehát víziszonyt, nem jó a szó. És például ez a víziszony, ez miből jött? Hát annál az illetőnél, akire emlékszem, abból jött, hogy gyerekkorában két ilyen eset is volt, az egyiket belelökték a vízbe, a másikat pedig egészen pici babakorában, fürdetésnél, ez egyébként elég ritka, kicsúszott az anyuka kezéből, és egy pillanatra víz alá került. Ennél a gyereknél ez egy nagyon tartós hatású dolog volt, élmény volt, és föl lehetett oldani, de ugyanígy a saját fiamnál a magasságtól való félelem például egyetlen egy oldás után megszűnt, azóta volt már a parlament tetején is. Tehát ilyenek vannak, emberektől való iszony, szituációktól való félelem. Nagyon-nagyon sok példát tudnék mondani. De ugye tele vagyunk fóbiákkal. Kinek ilyen, kinek olyan, a póktól való félelem, tehát rovaroktól való félelem, a hídon való átmenéstől való félelem, a tömegtől való félelem. Tehát gyakorlatilag azt mondod, hogy az, aki végül is hisz ezekben a dolgokban, tehát mereven nem utasítja el, akkor felnőttként is, ha elmegy egy ilyen oldásra, akkor elképzelhető, hogy egy ilyen évtizedek óta tartó félelmén túl tud lépni? Komoly remény, és nem érdekes, hogy mikori a félelem, és mikori az eredet, nem csak bárminek, mikori az eredete, egészen egyszerűen, ha sikerül felszínre hozni, akkor nagyon komoly valószínűséggel az a problémája, vagy megoldódik, vagy lényegesen csökken. Azt mondják, hogy a tudatalattinkban így szépen egymásra rakódnak a dolgok, és hogyha az aljáról sikerül kihúzni, ami alul volt, akkor összedől az egész, esetleg összedől. Tehát az, amikor kiváló logopédusok nagyon nagy munkával, egy-két év alatt komoly sikereket érnek el a diszlexiás gyereknél, beszédhibát dadogó gyereknél, és akkor egy fél órás kineziológiai oldással egyik pillanatra a másikra megszűnhet, nem mindenkinél, de nagyon sokszor, akkor ez elgondolkodtató. Csak föl kell vállalni, hogy a panaszaim pszichés eredetűek, és úgy gondolom, hogy a legnagyobb problémánk manapság, hogy egyéb kudarcaink és frusztrációink mellett még az, hogy ráadásul bennünk van valami hiba, azt felvállalni, azt nagyon nehéz. Volt-e olyan, amit te magadban kellett, hogy felfedezzél, vagy más kellett, hogy felfedezze, és nálad kellett egy oldást tenni? Hogyne, én többször is oldattam magam, többször is oldattam. Mi volt a tünet, amivel elindult a dolog? A tünet a vesebetegségem volt, egy jobboldali krónikus vesemedencegyulladásom van kövekkel. A jobb oldal az a nőiség oldala, ami egy férfinél ugye furcsa, mint felvetés. A vese pedig bármilyen társkapcsolati probléma. Nekem az jött ki, nem, több kineziológushoz is elmentem, mert azért az emberben dolgozik a kételj, az jött ki, amit egyébként tudhattam volna, ha gondoltam volna rá, hogy engem nagyon lánynak vártak. És az jött ki kineziológiai oldásnál, hogy egy hozzám nagyon közel álló személynek csalódást okoztam, a születésem pillanatában ez így jött ki. Hát ez pedig az édesanyám volt, aki nagyon-nagyon lányt várt. Később ezt nem éreztette ugyan velem, legfeljebb az, hogy 5 éves koromig ilyen szőke göndörhajam volt, ez most már nem látszik. és amikor ez kijött, akkor benned ez egy megkönnyebbülés volt, vagy egy rossz érzés? Milyen érzés volt ez, amikor ez kiderült? Én megdöbbentem, hogy erre én miért nem jöttem rá, mint kiderült, családom minden tagja ezt pontosan tudta. Uh-huh.
De hát nyilván volt egy tudatalatti gátam, amiért ezt nem tudtam. Hát a vesebetegségem az nem gondolom, hogy meggyógyul ettől. Minden esetre egy könnyebbség arra gondolni, hogy ez a csalódás okozás azért nem volt egy az ő életét befolyásoló, későbbiekben az ő életét befolyásoló dolog. És amikor ez kiderült, akkor ezt közölted az édesanyáddal? Nem, ő már akkor már nem élt. Uh-huh. Akkor már nem élt, de ez úgy gondolom egyébként, hogy nem ritka probléma, az, hogy más nem üt várnak, és az, hogy ezt többször megbeszélik, miközben a magzatot bent hallja, mert mindent hall és mindent tud egyébként, és mindent érez, ez nagyon-nagyon sok panaszt okozhat. Egy eset, nekem született anyuka, annak idején nekem született, hozta a gyerekét megmutatni, gyönyörű kislánya, minden gyerek gyönyörű, és azt mondta, hogy az egyetlen furcsa, hogy ez a gyerek fölrémül minden éjjel születésre. Két hónapos volt, fölrémül, ez egy furcsa fogalmazás. És akkor mondtam, hogy mutassuk meg kineziológusnak, és a következő derült ki. A 8 hónapos magzat korában a baba azt érte meg, hogy az apja egy hétre elment továbbképzésre. És ezt ő úgy élte meg, hogy a háromszög, a családi egység kiukadt és magára maradt. És valószínűleg ez tért vissza elsősorban álmaiban, amikor megszületett, mert ez jött elő az oldásnál, amit természetesen az édesanyán keresztül csináltak, és attól az éjszakától, tehát a következő éjszakától fogva a gyerek végig aludta az éjszakát. Na most nagyon sok ilyet tudok mesélni, csak időn. Érdekes. Ez hihetetlen és misztikusnak is tűnik, és nem is tudom megmagyarázni, és nem is érdekel, hogy meg tudom. De ugye, amit mondta, hogy a vese, és hogy a jobb oldal, és hogy az anyai kötődet, tehát gyakorlatilag ez olyan, mintha minden mindennel összefüggésben egyébként lenne. Egyébként mindennel összefügg, de ez, hogy vese és anya és nemi identitás, ez nem a kineziológia vonala. De tényleg minden mindennel összefügg. Mindennel összefügg. Tehát, hogy ha valakinél bármilyen probléma adódik, akkor lehet, hogy egy teljesen váratlan dolog fog kiderülni. Elképzelhető, hogy annyira váratlan dolog fog kiderülni, hogy pont azért nem fog működni, mert nem fogadja el az eredményt? Az eredmény nem lehet nem elfogadni, nem fogadja el, lehet, hogy nem fog úgy segíteni rajta. Uh-huh. Nem véletlenül szokták mondani, hogy ha természetgyógyászhoz még vigyél egy 100-as papír zsebkendőt. Úgyhogy, mert nagyon sokszor katarktikus az eredmény, uh-huh. és nagyon sokszor meg is ijednek és nem folytatják. De nem csak ilyen esetek vannak, hát az a kisfiú, aki iskolába menet egy bizonyos helyen, én dunaújvárosi vagyok, van egy maci szobor, ahányszor a maci szobor mellett elment, rosszul lett, elsápadt, kifejezett neurotikus súbja volt, elsápadt, a gyomra elkezdett fájni, össze akart esni, ki izzadt, stb. És mindenki azt hitte, én magam is, hogy iskolai teljesítés problémája van. Érzékeny lelkű gyerek volt, mindig az érzékeny lelkű gyerekekkel van baj, és szerencsére legfeljebb 90%-a a gyerekeknek érzékeny lelkű, és a felnőtteknek. És kiderült, hogy nem erről van szó, hanem egy hónappal előtte ott a maci szobornál egy nagy kutyától megijedt, mely nagy kutya semmit nem csinált, csak ott állt, és attól fogva ahányszor arra ment, a tudatalattiában megjelent a kutya, és az oldás után másnap minden további nélkül ment iskolába. Tehát minden félelem és minden reakció nélkül. De nagyon sok ilyen van. Az évek alatt nagyon sok sikeres oldásban volt részem.